Míg a legtöbb bányászati telephelyből fennmaradt a lejtakna bejárat vagy más tereptárgya, 12-es vagy helyi nevén vadorzó akna nyomtalanul szűnt meg. A Nagy Imre Társaság azonban megtalálta az aknából kifejtett szén tárolására szolgáló betonbunker falait, a létesítmény környezetét rendbehozták, előtte koszorúzó helyet alakítottak ki, és a mintegy 30 négyzetméteres falra egy bányavágott térhatású képét készítették el. 1978. február 16-án jó néhányan siktet cseréltek, ahogy itt mondták. Hogy miért történt a sikcsere? Arra is van egy-két utalás ebben a könyvben. Azért, mert indult az NB1-es bajnokság Tatabányán, és sokan látni akarták azt a budapesti csapatot, aki ide látogat. És a visszaemlékezés szerint Kuburci igazgató úgy engedi ezt, hogyha tényleg a meccsre mentek. Azok cserélhetnek, akik a meccsre mennek. Erőltetett a termelés, sokan nézik, hogy mi történik a bányában, megvan-e az a 100-120 csille, amit egy-egy frontról ki kellett adni. Éppen ezért sietnek a robbantással is. Nem volt aznap még robbantás, nem sikerült az omlást elérni, sokan mérik, nézik, hogy vajon mi történt, hogy van vajon-e metán, vagy nincsen metán. Nem lehet tudni, hogy mi történik az új robbanóanyag, vagy pedig az elmaradt robbantás omlás miatt, de az tény, hogy a lőmester robbantása után a metán berobban. A 612-es frontot éri ez a robbanás. A frontnak az a része, akik közvetlenül a robbanás epicentrumában vannak, meghalnak. A brigád később a bányásznapon megkapja a Magyar Népköztársaság és a Minisztertanács kiváló brigádja címet, megkapja a Vörös Zászló érdemrendet. De a 26 bányászon ez már nem segít. Ez a brigád itt dolgozik végig, habár egy része átkerül Csordakútra, a csordakúti üzemben folytatja a munkát, de néhányan itt fejezik be a tevékenységüket. Erre az időszakra a könyv visszaemlékezik, és a könyv úgy emlékezik vissza, hogy nem talál feleletet arra, hogy vajon mi volt a robbanásnak az oka. Az erőltetett termelés vagy más emberi mulasztás okozta, de tény, hogy a tatabányai bányák második legnagyobb balesete történik ezen a helyen. A legnagyobb baleset, mint tudjuk, a 12-es aknán történik, ahol ugyancsak, ugyanígy nincs emlékhegy, mint ahogy a vadorzónak nem volt, hiszen a 12-es aknának ma a leszállóhelye az a hulladéktelepen van. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy a Nagy Imre Társaság elkezdi a bányáknak a helyét feltérképezni, és ott, ahol nincs semmilyen emlékhely, és ott, ahol semmi sem emlékeztet a bányára, valamilyen módon emléket állítunk a bányászoknak, a bányát kiszolgáló embereknek.